Azon gondolkodom, hogy ha valaki gyakorlatilag a születése pillanatától kezdve magába szívja a művészetet, hiszen a falakon mindenhol festmények, művészet van, hogy csak három és fél évvel ezelőtt kezd el festeni, tanulni? Hát abban az időben néha kimentem az édesapámmal a Balaton partjára, hajnalok hajnalán, és festettem. Abban az időben az melyik időnek tekintett? Nyolc éves lehet? akkor. Nyolc a Balatonon sokszor nyaraltunk, és hallottam, hogy az apám hajnalban mocorog és elmegy. És aztán elárulta, hogy festeni megy. És megkértem, hogy hagyj menjek vele. Összeszedtük hát a nagyon egyszerű kis akvarel készletét, és lementünk a partra. Elhelyezkedtünk, és vártunk. Vártuk, hogy feljöjjön a nap és nézzük azt a csodát, hogy hogyan alakulnak át a színek. És akkor az apám tanított engem festeni. Két nagyon fontos tanácsára emlékszem. Az egyik az volt, hogy jól nézem meg a színeket, és hogyha a víz rózsaszín, fessem nyugodtan rózsaszínnek. Vagy ha lila, akkor lilának. Ha éppen ezüstnek látom, ezüstnek fessem. És hogyha a hegyek lilák, akkor azt vessem lilának. Merjem használni a színeket. A másik tanácsa meg az volt, ami nagyon mélyen belém ivódott, hogy a formákat, amit fel akarok vinni a vászorra vagy a papírra, azt egy vonallal tegyem föl. Inkább előtte csináljak száz vázlatot, de amikor megfestem azt a vonalat, az legyen pontosan olyan, amit szeretnék. Milyen nehéz megtanulni, kidolgozni egy ilyen pontos vonalat? Hát azt hiszem, hogy kell hozzá egy kis gyakorlat, egy kis türelem és némi készség. Mert akinek az nincs, az szerintem akár meddig gyakorolhatja, nem fog menni. Uh -huh. Ugye beszélgettünk itt a színek kapcsán, és az, hogy legyen az ember elég bátor, hogy olyannak fesse, ami ennek látja. Korábban mi beszélgettünk, és nagyon érdekes dolgokat meséltél a színek kapcsán, gyakorlatilag egy egész, hát nem azt mondom, hogy lexikonyi, de egy nagyon hosszú, egészen sajátos meglátásai vannak a színekkel kapcsolatban. Tudnánk -e egy-két példát felhozni, hogy mit jelent neked a piros, mit jelent neked a kék, mit jelent a zöld? Igen, miután abba hagytam gyerekkoromban a festést, a színek világa az továbbra is nagyon izgatott, és azt éreztem, hogy ha elmerülök egy színben, akkor különleges érzeteim lesznek, és különböző dolgokat kezdtem belül látni. És ezeket az élményeket le is írtam. Született ebből egy kis gyűjtemény. Nehezen tudom ezeket fejből idézni, de de nagyon pontosan sikerült leírnom, hogy mit érzek a színekkel kapcsolatban. És például a szürke, amelyik nem fekete és nem fehér, valahol lavírozik a kettő között, és ezért nem nagyon szeretem. Mert nem meri fölvállalni sem az egyik végletet, sem a másik végletet. Csak lavírozik. De a szürke lehet, hogy segít abban, és majd erre később többet fogunk beszélni, hogy ugye te itt az átjárásokat, vagy éppen az átjárhatóságokat is megmutatod a képeiden, az álom és valóság, a képzelet, a fantázia világa, az kicsit elemeltebb, esetenként szürreálisabb világ, ehhez azt gondolnám naív kívülállóként, hogy a szürke egy nagyon komoly segítség is lehet. Természetesen, természetesen nagy segítség de még most sem nagyon jellemző a képeimre a szürke szín. Mi inkább, ami jellemző, melyik színek? Festettem élénk vörössel, bordóval, türkiszkék, a barna különböző árnyalatai. De hát minden, minden ott van a vásznaimon, persze. Mert imádom a színeket, és imádom összevegyíteni őket. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hatása van, amikor egymásnak keresztem a különböző színeket, és általában nem is úgy csinálom, ahogy tanuljuk, hogy a palettán szépen össze kell dolgozni, hanem fölviszem őket a vászorra és a vászonon dolgozom össze a színeket. Néha a tanárom, Gasztonyi Kálmán festőművész, aki a zsilip festő tanodában tanít engem, az a fejét fogja, de hát ilyen vagyok. <laughs> Mi az, amit ö, talán a legnehezebb volt elfogadni a szabályokban? Majd látom, igazából vannak a szabályok, meg arra valók, hogy megszegjük őket. <laughs> Ahhoz, hogy az ember meg tudja festeni azt, ami a lelkében van, meg kell tanulni festeni. Hát ha le akarom írni azt, ami a lelkemben van, az meg kell tanulnom a betűvetést. Ha le akarom festeni, meg kell tanulni a technikákat meg kell tanulni az ecsetkezelést, hogy hogy működik a vászon, hogy működik a farost, a színelméletet, az aranymetszés törvényszerűségeit, és sokat kell festeni, egyszerűen jól kell tudni festeni. És aztán, amikor ez már megy valakinek, akkor, akkor elkezdhet a saját módján művészkedni. Hiszen, ha megnézünk egy Picasso képet, vagy egy korai időszakából származó képet pontosan látszik, hogy ő egy tökéletesen jó festő volt, aki bármit nagyon magas szinten meg tudott festeni. És hogy aztán lett egy sajátos stílusa, az már egy másik kérdés. Ugye nagyjából három és fél éves múlt, amire vissza lehet tekinteni, mint festészetet tanulni, saját világot kialakítani. Ehhez képest nem is kerested a lehetőséget, hanem jött egy felkérés, hogy legyen egy kiállítás. Hogy, hogy egyszer csak jött egy telefonhívás, hogy kell nekünk a képed, és légy szíves, állíts ki minél többet? Körülbelül így, igen. Nagyon meglepődtem én is. Ha valaki nekem pár évvel ezelőtt azt mondja, hogy egyszer az én képeimet fogják nézegetni az emberek egy kávézóban, akkor azt hiszem nagyon hangosan kinevettem volna. Melyik kávézóban vannak a képek? A Forszél kávéban, a hatodik kerületben. Mhm. Uh -huh. Hány képet lehet postot látni egyébként? 17. És mennyi ideig lehet látni ezeket a képeket majd? Valószínűleg október közepéig lesz nyitva a kiállításon. Uh -huh. És ugye megjött a hívás, akkor az ember a fejéhez kap, hogy atyáig melyikeket is vigyem oda, vagy hogy képzeljem a folytatást? Igen, a képek kiválasztásában a tanárom, Gasztonyi Kálmán segített. Mi volt a szempont, mit mondott, mi a fontos? Hát melyik jó, és melyik nem annyira jó. <laughs> és te is úgy gondoltad, hogy pont azok a jók, vagy volt, aminél esetleg másképp lát? Volt, ami nagyon meglepődtem. Aha. Elvittem egy képemet, amit körülbelül 5 perc alatt festettem meg. béli dühömből fakadóan, hogy bemondták, hogy itt a koronavírus második hulláma, és valahogy ki kellett adnom az ebéli dühömet, és pillanatok alatt felraktam egy farostra egy képet, amit csak úgy viccből megmutattam, és a Kálmán azt mondta, hogy ezt ki fogjuk állítani. És ahogy elnéztem, nagy sikert is arat a látogatók körében. Mennyire fontos egyébként a képeknek a címe? Nagyon fontos a képek címe. Nagyon fontos. Szerintem rengeteget elárul. Az egyik képemnek például azt a címet adtam, hogy hová. Egy ember, hátát látjuk csak, ahogy halad valamerre, bele a semmibe. És a kiállítás megnyitón oda jött hozzám egy férfi, akit nem is ismerek. És azt mondta, hogy ez a kép nagyon elgondolkoztatta, és a cím, hogy vajon az ő élete hova tart, merre megy, vajon az fény, ahova ő megy, vagy sötétség. Tehát azt gondolom, hogy a jó címválasztás az nagyon-nagyon fontos. Minet a kiállításnak a címe? A kiállítás címéül az egyik legkedvesebb képemet választottam, aminek az álom és a valóság a címe. Mert ez a kép fedi le azt, ami engem leginkább izgat ebben a világban. Mi a valós, mi a hamis. Mi az álom, mi az illúzió? Hol vannak az átmenetek, és ezt hogyan tudom ábrázolni? Én nagyon régóta járok Indiába, ott van az én spirituális mesterem, az ő tanítványa vagyok tíz éve, és próbálom megérteni ennek a világnak a lényegét. Hogy miért élünk ezen a Földön, mit keresünk itt, honnan jöttünk és hová tartunk. Mi történik a lélekkel a születés előtt, és mi lesz, miután elhagyja ezt a földi világot. És tőle nagyon sokat tanultam az illúzióról és a valóságról. Az emberek élete általában az illúzió hajhászásával telik el olyanokba fektetnek rengeteg energiát, ami aztán, mint egy buborék szétfoszlik, vagy mint egy novemberi köd felszáll, ha kisüt a nap. És azt, ami igazán fontos lenne az életben, arra nem fordítanak figyelmet. És valahol ezt szeretném megmutatni a képeimmel, hogy van egyfajta valóság, amit valóságnak hiszünk, de nem biztos, hogy az, ami átmegy egy illúzióba, és ami valahol eltűnik egyszer. Jól emlékszem egy gyerekkori élményemre, a vidám parkban volt, ami azt hiszem már nincs meg. Volt ott egy üvegterem, hova belépett az ember és rögtön elveszítette a valóság érzetét, hiszen minden mindenben tükröződött, és már nem tudtam egy pillanat után, hogy hol is vagyok, ki vagyok én, melyik vagyok én ebből a rengeteg tükröződésből. Ez az élmény nagyon mélyen belém vódott és ezt érzem újra és újra előjönni, amikor amikor tanulom, hogy mi az illúzió és mi a valóság. Mennyire nehéz valamit, hát nyilván elsőként magamban meg kell tapasztalni és meg kell értenem, de utána továbbadni és másnak is megmutatni. Hát ehhez kell a nagy technikai tudás. Ehhez kell tudni jól festeni. Mert az egy dolog, hogy az én lelkemben vannak képek de azt átadni az embereknek úgy, hogy ők ezt föl tudják fogni, elgondolkodjanak rajta, azt hiszem, ez már egy komoly művészet. És hogyan lehet azt megfesteni? Nyilván egy nagyon bonyolult kérdés, és a művészet lényege fele megyünk, hogy egy olyan műalkotást elkészíteni, hogy az ön magán túlmutasson. Ez az a pont, ahol én föladom. Én festek, megpróbálok egyfajta csatornája lenni az égi erőknek, és csak festem azt, ami jön. Keverem a színeket úgy, ahogy jön. Azt se tudom hány óra, azt se tudom, hogy ettem-e valamit, azt se tudom, hogy esik, vagy süt a nap, csak festek. Ez egy jó állapot, nem? Ez egy fantasztikus állapot. És akkor, talán akkor vagyok képes ebben a fantasztikus állapotban megfesteni azt, ami kérdés, a kérdésedre a válasz. Azt a misztikus többet, mint egy, mint egy konkrét kép, ami valami konkrét dolgot ábrázol. És mikor van kész egy kép? Az egy érzés. Az egy érzés, amikor úgy érzem, hogy most, Kész. Ö, elkészítem, aztán leteszem ide magam mellé, a fal mellé támasztom, és akár hetekig nézegetem. És aztán lehasalok, hozzáteszek valamit, elveszek valamit, és hagyom megint állni. És akkor egyszer csak eljön a pillanat, amikor aláírom. És vége. És ott el kell engedni valamilyen no, szinten? Akkor el kell engedni, azt pedig úgy csinálom, hogy lekezelem Ugye az olajfestményeket, le kell kezelni, és ha ez megtörténik, akkor utána már nem lehet hozzányúlni. És ez egy áldott állapot. Hm. Nincs az, hogy úgy utólag megnézed, és mégis jó lett volna hozzá nyúlni bizonyos idő elteltével? Nincs. Elfogadom. Ez jött ki belőlem, akkor ezt éreztem legjobbnak, eljött az a pont, amikor úgy éreztem, hogy kész, vége, akkor ezt elfogadom. És természetesen visszanézem régi képeimet, amit mondjuk három évvel ezelőtt festettem. Természetesen én magam is látom a fejlődést, de ha akkor ott eljött egy pont, és aláírtam azt a képet, akkor azt most elfogadom, hogy úgy éreztem akkor, hogy az készen van. Bizonyos szempontból az is fontos küldetés a képeidnek, hogy a befogadó meglássa magát bennük. De hogyha te nézed a képeidet, szintén meglátod magad bennük? Most az az érdekes dolog volt, hogy mivel a képeim többségét nem láttam három hétig, hiszen a kiállításon voltak, és három hét után elmentem a kávézóba, és beléptem, és szembesültem a saját képeimmel. És ez egy érdekes, érdekes érzés volt. Megnyugtató, és megéreztem azt, amit mindenki mond, aki ránéz a képeimre, hogy érdekesek és nyugalmat árasztóak. És tényleg ilyennek láttam én is őket. De amikor itt élek velük, akkor ezt nem érzem. De három hét után találkozni a képeimmel, ez egy érdekes és nagyon jó élmény volt. Az ember túl van az első kiállítás, nem vagy túl, de már a megnyitó meg volt, és jelenleg zajlik még a kiállítás, hogy az, az valamiféle fontos lépés egy úton, valamiféle összegzés, vagy valami ilyenkor megszületik, hogy oké, okay, van egy kiállítás, most valameddig eljutottam, most innen kell tovább. Úgy kezdtem a kiállítás megnyitón, hogy mit is mondott Neil Armstrong, amikor a holdra lépett. Hogy kis lépés nekem, és nagy lépés a világ mindenség szempontjából. Hát én pont az ellenkezőjét tudom elmondani. Valószínűleg az én kiállításom a világ mindenség szempontjából egy elenyésző aprócska porszem, vagy még annál is kisebb, de az én életem szempontjából egy óriási nagy dolog, hiszen ilyen még nem volt soha. Tulajdonképpen a lehetetlent tűztet ki, hogy a lehetetlen megfesteni, a megmutathatatlant megmutatni. Ezen az úton hogy érzed, hogy hol tartasz jelenleg? Hiszen alakul még a stílus is, a saját hang, a saját nyelv, gondolom ez egy életen át alakul. Megmondom őszintén, fogalmam sincs. Nem tudom. Azt sem tudom, holnap mi lesz. Azt sem tudom, hogy mi jön ki belőlem holnap, mit tudok ráfesteni a vászonra. Azt tudom, hogy én nem akarok igazából semmit. Elfogadom, hogy van egy sorskönyvem, abban sok minden meg van írva, és boldogan veszem alá magam valami fajta égi vezérlésnek, és megyek amerre, amerre irányítanak. Ha mégis valahogy meg kell fogalmaznom, biztos vagyok benne, hogy még sokat fog változni a stílusom, vagy legalábbis érni a stílusom, ha lesz időm festeni, és az élet úgy akarja, hogy ez bekövetkezzen. Ö, lesz időm festeni, akkor azt jelenti, hogy van olyan -e nap, ami festés nélkül telik el? Van. Vannak napok, amikor a munkám és egyéb elfoglaltságaim nem teszik lehetővé ezt. Ez egy elérendő cél lehet, hogy ne teljen el olyan nap, hogy nincs festés? Igen, feltétlenül, mert az az esztatikus érzés, amikor festek, az fantasztikusan jó, és amihez hasonló, csak meditációban élek meg. Ugye többek között az álmokat is megfested, és ez is egy álom megvalósulás, ez a kiállítás. Mit lehet még álmodni ezután? Álmodni lehet azt, hogy ebből meg tudok élni az, az egy csodálatos dolog lenne. Az álmok megmutatnak valamit egyébként, amire oda kell figyelni? Így milyen fajta jelentősége van az álmoknak, mondjuk a képeiden? Visszavezet oda, amiről már beszéltem, hogy mi az álom, és mi az illúzió, és mi a valóság. Az álom, az illúzió, az nagyjából össz összemosódik a képeimen. Ez a kép, amiről beszéltem, például az álom és a valóság, az fenyőfákat ábrázol, amelyek talán a valóság talajából nőnek ki, de a, a törzsük az rettentő vékony, és kúszik felfelé az égbe. És a lombozat már szinte az eget súrolja. És a a törzs, a törzsek, a fatörzsek, azok átkúsznak az álomvilágba, amelyek indulnak a valóság talajáról. Szóba jöttek az álmok, szóba jött az, hogy önmagunk végességén túllépni, megmutatni azt, ami a kicsit a végterembe való belepillantás, vagy amit nehéz kimondani. Tulajdonképpen ez ennek az egész filozófiának, vagy gondolatisának a lényege, ami megmutatkozik a képeken, hogy hogy a befogadó is merjen egy kicsit a saját határain is túllépni, és egy picit túlnyúlni vagy túlmutatni önmagán? Hát nagyon boldog lennék, ha bárkiben ilyen gondolatokat ébresztenének a képeim, nem, nem mernék ilyen nagyokat gondolni. Önmagamban viszont saját magam filozófiája feltétlenül ez. Nem az a kérdés, hogy van-e élet a halál után, vagyis ez is kérdés, de vajon élünk-e a halál előtt? Teszi azt az ember, amitől élet az élet? Teszi-e azt, ami az ember létből fakad? Hiszen az ember alatti létformákban, növényekben, állatokban nincsen választási lehetősége a léleknek. Az emberben viszont van választási lehetőség, dönthetünk. Dönthetünk a jó és a rossz mellett. És nap mint nap döntéseket is hozunk. Rengeteg tanító volt a világon, és van ma is, aki megmutatja, hogy mi a jó és mi a nem jó. A saját életemet ez szerint igyekszem felépíteni de ha a képeim egy valakinek is egyszer az életben ilyen felvetéseket hoznának, akkor nagyon boldog lennék. De tulajdonképpen, hogyha az embernek ezzel van tele, a szelleme ilyeneket gondol, és aztán ugye, ahogy említetted is, úgy átengedi magán azt, ami kijön, és az megjelenik a vásznon, akkor ez feltételezhető, hogy valami ebből kell, hogy ott megjelenjen. Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy rettentő boldog lennék, ha így lenne. Az az ember, aki elgondolkodott azon, hogy merre megy az úton, az nagy boldogsággal töltött el engem. Aki azt mondta, hogy elgondolkodott azon, hogy mi az álom és mi a valóság, annak is nagyon örültem. A mesterem mindig azt mondja, hogy az emberek azt hiszik, hogy az élet, amit megélnek, az a valóság pedig a halál pillanatában rá fognak jönni, hogy ez volt az álom. Amikor az álmainkban vagyunk, akkor azt hiszük, hogy az egészen biztos valós, hiszen érezzük, hogy fázunk, hogy üldöznek, hogy éhesek vagyunk, hogy valakivel beszélgetünk, vagy valaki megérint. És amikor felébredünk, kiderül, hogy mindez csak álom volt. Néha örülünk ennek, néha szomorúak vagyunk. Hát így fogjuk elhagyni ezt a földi síkot is. Amikor meghalunk, és a lélek elhagyja a testet. Tulajdonképpen, aki ilyesmiket gondol, valószínűleg az egyetlen út a művészet lehet, hiszen a végtelent azt a művészet képes egyedül átadni. Talán igazad van. Azt hiszem, így lehet. Nem érzem magam művésznek. Én csak egy egyszerű ember vagyok, aki megpróbálja lefesteni azt, ami jön valahonnan föntről, meg a kezéből, meg amit megtanult a tanárától, és csak valamiket fölviszek a vászonra valahogy. Tanárodtól mik a legfontosabb utasítások, amiket szokták kapni esetleg visszatérő instrukciók? <laughs> Ahogy említettem már, tanárom Gasztonyi Kálmán festőművész, aki nagyon jól tanít. Azért, mert Megmutatja a technikákat. Megmutatja, hogy egy kép mitől jó. De amúgy békén hagy. Hagyja, hogy úgy fessek, ami jön belőlem. Annyi félék vagyunk, annyi félén módon tudunk megnyilvánulni. És ő ezt engedi, és ez nagyon jó. Egyszerre tanít, és egyszerre hagyja, hogy járjam a saját utamat ez nagyon hiányzott az iskolában is, hogy ilyen tanáraim legyenek, mert nagyon fegyelmezetten kellett követni mindig mindent, amit tanítani akartak, és mindig úgy éreztem, hogy, hogy nem férek bele valahogy ebbe a világba. Most itt a Zsilip festőtanodában jól érzem magam, mert ezeket megélhetem. Ugye főként olajjal festesz, ugye? Elsősorban olaj. Mi az, amit ez a műfaj megenged, és mi az, ami esetleg a nehézsége, és miért pont az olajt választottad? Nagyon sok mindent meg lehet vele festeni. Hagyja magát. Ha nem jó, ki tudom javítani, le tudom törölni, újra tudom kezdeni. Nem szárad meg olyan gyorsan, sokáig lehet változtatni rajta, és rengeteg mindent ki lehet hozni az olajból. Egyszerűen szeretem. Nem, nem tudom, hogy mindig meg, mindent meg kell -e tudni magyarázni. Szeretem, még azt a kicsit büdös szagát is szeretem. És ahogy apukát tanította, hogy ha valamit megfestesz előtte, nagyon sokáig gyakorolt, ki, hogy utána egyetlen egy vonallal fölvinni. Ez némileg ellentmond az olajnak, ami viszont pont a javítási lehetőségeknek mondjuk a végtelenségét rejti. Igen, de ahogy Kálmántól megtanultam, a sok javítgatás azért látszik a képen. Tehát az az igazán jó kép, ahol az ember egyszer oda festés, az ott van. De az úgy van ott. De hát, míg az ember tanul, kis gyakornok, addig ez megtörténik. De azért elég jól el lehet azt fedni. Van most olyan, amit megfestenél, de úgy érzed, hogy még nem tudod? Mert nem megy még? Vagy ilyen nincs? Folyamatosan ilyen képek vannak a fejemben, amikben az illúziót tudom ábrázolni, hogy az emberek, embereket rádöbbenteni arra, hogy, hogy ez a földi világ nagy részben illúzió. Van egy kedvenc kínai mondásom. Az élet csak egy híd. Menj át rajta, de ne építs rá házat. Valahol ezt szeretném akárhogyan is az embereknek átadni, akiknek erre van fülük, szemük, hogy észrevegyék. Amikor az embernek ilyen különleges bajsza van, akkor ez a védjegyévé válik egy kicsit? Hát tulajdonképpen igen. Elég korán lett. neki azt hiszi, hogy ez mostani eresztés, de hát van 20 éves koromban készült kép, ahol ezzel már én megjelentem, meg ezzel a kis szakállal tehát igazából ez már egy régi darab rajtam. Voltak korszakok, amikor volt párom, aki nem nagyon szerette, volt, amikor én is úgy éreztem, hogy hát tényleg úgy nézek ki, mint egy paraszbácsi, pláne amikor még 20 kilóval több voltam, akkor az ö, azért nem tett jót a, hogy mondjam, a külsőnek. De aztán valahogy az én mindig visszajött volt, jön, amikor levágtam, mert azt hittem, hogy akkor majd fiatalabb leszek egy pár évvel, és akkor reggelenként belenéztem a tükörbe, és mondom ki, ez az idegen arc. Tehát annyira hozzászoktam már ahhoz, hogy gyakorlatilag amióta nő a bajszom, és borotválkoznom kell, azóta nekem mindig volt. Édesapám még tilt, a szüleim tiltakoztak eleinte, mert édesapám nagyon nem volt ö, a, a arc szörzetnek híve számára, ugye ez a 60-as évek uh, ilyen egyfajta hippi jellegzetesség volt, hogyha egy férfin, hát ugye ször volt, aztán azért próbáltam mindig meggyőzni, hogy hát azért Kossuth Lajostól Széchenyiig azért elég sokan hordtak szört, és ettől még rendes emberek voltak. Azt hittem, hogy a hosszú hajjal több baja lett volna esetleg. Hát hosszú hajam ez most van. Ja, az ez, előtt nem ez, volt. Ez, ez nem. ez én előtte ilyen amerikai tengerzés gyalogos fölnyírt fejjel jártam. A szintén nem tett jót neki a plusz 20 kiló, mert akkor úgy néztem ki, mint egy e, e, biliárd e, Aztán ez, 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 tényleg az utóbbi öt évben alakult. E, igazság szerint van benne egy kis optikai tuningra való késztetés, hogy hátul itt a ritkuló hajat egy kicsit az elfedi. De ugyanakkor, amit én nem tudtam volna elképzelni 5 6 évvel ezelőtt semmilyen szinten, az most én ezt elkezdtem élvezni. Azt is, hogy van rajtam egy-két ezt, ezt se nagyon tudtam volna elképzelni. Hát valószínűleg öregszem, ez lehet a kulcsmondat. Egy kicsit direkt összemosás, de hogyha az ember önmagán is egy kompozíciót hoz, létre is összhangot, és most kötném a festészethez, lehet, hogy egy kicsit túlzóan. Arra vagyok kíváncsi, hogy ö, ha az ember festőművész, az nem feltétlenül ö, jelenti azt, hogy ezt tanítja is. Ki az, aki tudja tanítani, vagy továbbadni? Hát először is egy picit a festőművészre visszatérnék. Én nagyon-nagyon hadilábon állok a titulusokkal. Igen? Számomra... Ez egy nem a... jó titulus? Ez egy nagyon jó titulus. Igen? Én azt szeretném, 40 éve azért küzdök, hogy ne legyen más titulusom, csak az, hogy az egy védi legyen? Hogy, az, hogy, az, hogy, hogy, hogy igazából én azt gondolom, hogy a festészet a világ egyik legszebb dolga, uh -huh. és a világ egyik legnezebb dolga. És azért, mert mondjuk kijön a kezünk közül egy pár jó kép, azért az nem azt gondolom, ilyen egész életre szóló nyugdíjat, mint annak idején, amikor kopostás volt valaki a KUNK alatt. Tehát tehát azért, mert egyszerűen három képet jót megfestettem, azért én nem vagyok még azt gondolom festőművész. Minden egyes képért meg kell küzdenem. És lesz közte olyan, amelyiknél azt mondom, hogy az nejél festőművész lehetek. De én egyébként meg festő vagyok, és van olyan kép, amit azért készítek, meg megrendelésre készült, a megrendelő igényeit elégíti ki, hiszen meg kell élnem belőle. Uh, elmondja, hogy milyen színű a bútora, hány méter piros könyv van rajta, hány méter zöld könyv van rajta, hogy ahhoz akkor harmonizáljon. Uh, Ezek kevésbé művészi Ugye összes műveket ezért vették a 80-as években, mert jól mutatott a piros egyméteres könyv a polcon. Elő nem vették soha, mondjuk sokat nem vesztettek. Uh, tehát gyakorlatilag miután én nagyon korán nősültem, és nagyon korán apa lettem, ezért ha úgy voltam bele, hogy miután gyerekekkeimet fel akartam nevelni, viszont a festészetet meg öt éves korom óta szerettem volna csinálni, ezért kutya kötelességem volt ezt a szakmát, a szakmai részét nagyon megtanulni, hogy soha ne kelljen visszautasítanom egyetlen egy megrendelésem azért, mert én azt mondom, hogy ja, hát én virágot nem tudok festeni, Ja, hát farra kéne valamit, hát azt nem tudok. Tehát, hogy ne legyen ilyen, mert be kellett fizetni a számlákat, három gyerekemet föl kellett nevelni. jó, de az ember pont a művészi ambícióit egy kicsit így halasztania, a félre vagy félre kell tenni. De időnként kikívánkozik, biztos, hogy vannak olyan hát szakaszok hogyan? az életben, amikor azt mondja, hogy na most már tényleg. Egy, egy, évben volt egy pár kép, amin kvázi magam, az összes többi nem tudtam, és azért az engem nagyon szorított hosszú idő után. És ezen változtatott, ugye? Valahogy? És ezen úgy változtattam, hogy hát egyrészt, amíg a mesterem élt, Addig eszembe nem jutott, Veszeli Tibor volt, aki az Artexnek volt a kép, az export képosztály vezetője. Nem tudom, az Artexet mennyire ismeri ön, hogy, ő, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy olyan szocialista nagyvállalat volt, ugye az ex benne volt, hogy exporttal foglalkozhatott, amely a Magyarországon készülő összes ipar- és képzőművészeti terméket külföldre eladhatta valutáért. Magyarország legolcsóbban el, valutát előállító cége volt az Artex. És amíg 28 forintért állította elő a dollárt az Artex, addig a Dunai Vasmű ilyen 130 forint körül tudta ezt produkálni. És elképesztő kezű festők születtek itt, olyanok, akik a képzőt esetleg nem végezték el, de fantasztikus tudásra tettek szert. És ettől a mestertől, és hát persze saját tehetségüktől, és ezeknek mindent kellett festeni. A 17. századi német alföldi mesterek másolataitól, tehát Rembrandt-tól, Rubensen keresztül, a holland kismesterekig, egészen a francia impressionistáig, a modernekig, tehát mindent. Képzőművészek voltak úgy, hogy közben alkalmazott művészek voltak, és nagyon jól éltek. És az utolsó generációba csöppentem bele, ott kezdtem a pályámat, ott tanultam meg a szakmát, közben ugye én jártam a Libőre, mert édesapám mindig azt mondta, hogy hát édes kisfiam, nagyon oké, okay, hogy te művész akarsz lenni, de legyen egy tisztességes szakmát. És akkor hát ugye a Libő közel volt, a matekot, fizikát azt azért ugye elég jól tudtam, a rajzfelvételi az annyira nem okozott gondot, és... Hát így aztán végül is van egy mérnöki végzettségem, egy üzemmérnöki végzettségem, hogy pontos legyek. És, a mérnöki végzettség valamilyen módon megmutatkozik a képeken? Ó, hát, hát a valamelyiken a, a, a gondolkodásmód. A látásmód, vagyok. gondolkodásmód. Az, hogy, hogy, hogy sok olyan munkát csináltam, amiről eleinte bizony nem volt fogalmam, hogy én ezt hogy fogom megcsinálni. Például üvegmozaikot tettem, 85 ezer darab egyszer egy cent is üvegmozaikot ragasztottam föl, komponáltam megcsináltam belőle képet. És akkor az megrendelőnek mondtam, ez még a 90-es évek közepén volt, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, mert még soha nem csináltam. Illetve nem, azt mondtam, hogy ezt én még nem csináltam soha, de mérnök is vagyok, én ezt meg fogom tudni csinálni. És mondta, hogy Kálmán, bízom benned, hajrá. És akkor adott az előleget, elkezdtük a megcsinálni. Tehát a látásmódban nagyon sok, sokat adott a mérnöki, és hát persze olyan alap tárgyakat megtanultam, amit egyébként a képzőn is tanítanak, tehát például ábrázoló geometriát, szabad kézirajzot, úgyhogy ezek abszolút megvoltak az íbülön is. És a többi részét pedig a, a mesteremtől. És ő, ugye arról beszélgettünk, hogy az ember kénytelen eltartani a családját, és emiatt időnként alkalmazott művészé válik. De viszont egy ponton túl meg azt mondja, hogy na jó, elég volt, most már tényleg Igen, ideje Igen. valóban azt csinálni, amitől én vagyok én. Igen. Ez mennyi idővel ezelőtt következett be? Tehát ugye egyfelől itt vissza kellett fogni a belső énemet leginkább, viszont óriási rutin adott. Tehát volt olyan év, amikor 144 képet festettem meg, és 144 képet adtam el. Tehát minden egyes képnek meg volt a gazdája. És teljesen változatos technikával, anyaggal, méretben, témában, a portrétól kezdve a pár centis öreg daggerotípiáról az ők nagypapa megfestéséig. De ott el kell engedni, vagy nem fontos, hogy ott legyen az a, az a saját kézjegy? Tehát itt hát ezt elengedni, vagy mindig igyekszik, azért még azért is mindig egy picit? Hozzám jöttek, tehát más is festett így, ahogy én. De ahhoz, hogy ebből megéljünk, hát ugye nagyon sok az eszkimó és kevés a fóka, Magyarországon meg aztán főleg. Tehát más egy 280 milliós Egyesült Államokban, és más egy 10 milliós, uh, ahol mindenki fest, mindenki zenész, CD-t ad ki, és mindenki ír. Tehát ezeket az embereket el kell tartani. És nagyon kevés ember tartja el a művészt, a zenészt, a költőt, a dalénekest, az egyebeket. Tehát ezt be kell látnunk hogy ez a piac óriási terített, és nem csak festőkből, hanem nagyon sok művészből. És ehhez csak az lehet. Tehát aki ma a tanítványaim közül azt mondja, hogy ő nagyon szeretne csak hiperrealisztikusan festeni, akkor mindig azt mondom, hogy oké, okay, de akkor abból neked a legjobbnak kell lenned. Tehát nagyon sok van belőlük, nagyon sok közepes minőségű van. Ahhoz, hogy abból meg lehessen élni, ahhoz valami olyat kell csinálni, amit még más előtte nem csinált, még úgy is, hogy ezt hiperrealizmusnak hívjuk. Tehát valami legyen benne, ami plusz. Magdét, amikor először találkoztak, már először látszott benne valami, vagy aztán később tűnt fel valami hát egyébként? tudom, hogy azért hogy, 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 hogy azért, nem könnyű eset. Az <laughs> a szónak a legnemesebb értelmében. Hm? Tehát egyfelől vannak olyan tanítványok, akik, akik kvázi mindenre bólogatnak, és, hm. és, és Ugye van egy ilyen nagyon rossz mondásom, és uh, ugye több is, ami valószínűleg nagyon rossz, és pedagógilag teljesen uh, hibás, de de azért működik. Uh, először is az, hogy irányított demokrácia van. Tehát, hogy ott, amikor órán vagyunk, akkor, akkor, akkor miután mindig a tanítvány választja a mestert. Tehát annál kínosabbat nem tudok elképzelni, amikor egy mester kiáll, hogy én, hát én, én, én egy őrült nagy mester vagyok, de hát nem tudom, nem jönnél hozzám tanulni, tehát ennél cikibbet nem jön elképzelni. Mestert, hát, mesteri a tanítványok teszik? Hát azt gondolom, hogy, hogy először a saját múltja, a képei, és amikor a, a, biztos a szakmájában, a művészetében, a tudásában, és elkezd tanítani, akkor ugye volt egy olyan kérdés, hogy biztos-e, hogy az át is tudja adni, Biztos vagyok benne, hogy ez nem így van. És ez most nem az önteltségre akarok kiukadni, de de, de, de azt látom a kollégák közül is, hogy egyrészt nagyon sok a féltékeny ember. Uh -huh. Tehát miután tényleg nagyon pici ez a szelet torta, sokan úgy gondolják, hogy ha ők a titkaikat elárulják, akkor nekik attól kevesebb jut. Én meg mindig azt mondom, hogy a galéria azért nem rendel tőlem több képet, mert van egy Magdim, meg van, még négy-öt olyan tanítványom, akik nagyon jók, akkor nem bennük van a hiba, hanem bennem. Mert nekem kell mindig előre mutatónak lenni, nekem kell mindig valamilyen módon előttük járni, és mindig, mindig jónak lenni. Állati inspiráló erő. Az, hogyha vannak tehetséges tanítványai az embernek, az mindig, mindig ébren tartja. Nem, nem engedi meg azt, hogy, hogy, hogy ellustuljon, hogy belepunyadjon ebbe a dologba, hanem, 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 hanem elképesztő izgalmassá teszi, és hát imádom csinálni. Tehát imádom azt, amikor, amikor oda jönnek változó kor, korú hölgyek, leginkább ma már egyébként, és én imádom a hölgyeket, de, 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 de jó lenne, kicsit több férfi lenne. Igen, valami női esedett el ez a szakma? Hát nem tudom, amikor elkezdtem tanítani 2009-ben, akkor még a 60% a tanítványaimnak férfi volt és egyszerűen, egyszerűen nem, 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 tudom, hogy nincs türelmük, vagy nem tartják ezt elég férfiasnak, vagy, vagy. miközben a művészet történetben, hát ugye a mikroszkóppal kell keresni a, a hölgyeket, miközben valószínűleg akkor is tehetségesek voltak, csak hát ugye egyszerűen a biológiai szükségletek miatt ők szültek, és hát a harmadik gyereknél többnyire meghaltak a tehát egyszer nem volt lehetőség arra, hogy mondjuk a középkorban sok festő nő legyen, mert hát aki Rembrandt életét ismeri, pontosan tudja, hogy milyen tragédiák sorra vezetett, a gyereke meghalt, a felesége meghalt. Tehát, hogy, hogy, egyszerűen nőnek lenni egészen a 20. század közepéig, és, a, és festeni, az, hát tudok egy párat azért mondani, akik voltak festők, de hát azért ezrelékben számolható. Kicsit politikailag kevésbé korrekt, de nem biztos, de talán nem megkerülhető a kérdés, hogy látszik egy festményen, hogy egy nő tekintete, vagy gondolatai, vagy érzései vannak ott, vagy férfi, vagy ezt nem szabad elkülöníteni a zenénél is, ugye vita téma, hogy női zene, tehát hogy kell ilyenfajta elkülönítés? Hát, azt tudom, hogy ma már az sem nagyon illik mondani, hogy színész nő, hogy női író, mert nem az a lényeg, hogy nő vagy férfi, hanem az, hogy író. Egyébként én abszolút egyetértek, tehát én, én abszolút feminista, tehát én, én abszolút a nők pártján vagyok. A kérdése viszont látszik. Tehát látszik, hogy ezt egy nő festette, ezt Midől? a képet. Például. Hát ezt nehéz megmondani. Uh, általában picit lágyabb, általában... Vezetés valahogy más? Vagy általában, hogyha hogyha a témaválasztás saját, hát festő nőről beszélünk, és nem feltétlenül kvázi alkalmazott festőről. Egy Frida Kálónál hát egyértelmű volt, hogy nő. E -e -e -e. Aztán vannak akiknél kevésbé, tehát egy regil Judit képnél, aki ugye mosalt meg, és nagy, -nagy tisztelője vagyok, ugye a tasizmus egyik legnagyobb magyarországi képviselője, úgy, hogy már az 50-es évektől persze nem Magyarországon élt, de de az ő képein például nem érzem azt, hogy észre lehetne venni. Úgy általában azért, azért valamilyen úton, módon tudható. Magdi képeiben mi az, amit izgalmasnak talál? Hát ott, 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 ott pont azt találom izgalmasnak, hogy ott ugye mindig elmondom, hogy, aki, hogy azok a képek, amik ott készülnek, azok többnyire tanulmányképek. Azok azért készülnek, hogy a technikákat megtanuljuk. És nagyon kicsi az esély arra, hogy a saját lényünket belevigyük, hiszen az a cél, hogy valamit lemásoljunk. És legyen ez fotó, vagy legyen ez nyomat, vagy egy másik régebbi mesternek a képe. És a matli képeiből azért mindig nagyon átsugárzik az ő saját. Tehát úgy alakítja, úgy csinálja, hogy hogy akkor a végén azért csak magzis lesz a kép. És és, és és ez valahol persze nagyon jó. Tehát ő, ő én mindig megkérdezem, mielőtt valakivel elkezdünk erő, foglalkozni, tehát elkezdődnek a, a, a tanítás elején, hogy mi a célja a festészettel. Pont az én példámból kiindul, hogyha valakinek az a célja, hogy ebből ő pénzt szeretne csinálni, akkor bizony kutya kötelessége mindenben jónak lenni. Tehát akkor akkor nem mondhatja azt, hogy Jaj, hát én virágot nem festek, portrét nem festek, csak tiszai tájképet festek, behajló, fűszvával, meg kis ladikocskával, mert hát ebből megélni azért az igen nehéz dolog. Egyébként is nehéz a festészetből megélni, egyre nehezebb. Egyébként hozzá kell tennem. Tehát a 90-es évek az egy ilyen aranykorszak volt. De nem, azt mondta, pont a honlapján olvastam, hogy talán a mai világ pont megint ne fele megy el, mert pont a, a, az, hogy az ember, ugye, élete hát vége. És én ebben nagyon bízom. Tehát, hogy én abba bízom, hogy egy. Hogy az egyedés, hogy egy, meg is hogy egy tehet, picit, ez amikor tehát a, 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 a szívem szakad meg, és egyszerűen nem értem az embereket, és ez valahol az oktatásunk problémája hogy ma már hál' Istennek tízmilliókért, 10 százmilliókért épülnek föl lakások, házak az ország különböző pontjain, és az utolsó csapig, a, a csempéig, az élvédőig, a burkolatiig gondosan kiválasztanak mindent, mindent akár Olaszországból külön hozatunk, külön innen, külön onnan, erre extra cégek vannak, majd a végén elmegyünk az IKEA-ba, és egy 25 ezer forintos printet rakunk fel a falra. Vagy egy fotót, ami, amiből van 27 millió darab. Minden IKEA-ba van 100 darab, de ha elfogy, akkor még nyomnak százat. És akkor annak a szerencsétlen festőnek, akinek meg egyébként a sárga csekket esetleg nehéz befizetni. És egyébként meg csillagtehetséges, és és, és, és és most általában beszélek, tehát nem uh, egykár egy fiatal művész, és azt mondaná, hogy te figyelj, öcsém, gyere el hozzánk, nézz körül, szeretnénk valami vidám, de rád bízzuk. És mi szeretjük az abstraktot, mi szeretjük azt, ahogy a figurális csinál. Tehát ez régen, ez nem volt kérdés. Tehát a, a fermer van Delft, az évben kettő-három képet festett meg, volt kilenc gyereke, volt egy anyósa, volt egy háztartása, amit fönn kellett tartani, és ebből a két vagy három darab kép megfestéséből tartotta fönn a családot, tehát magyarul annyit kapott egy-egy képért, hogy abból jól tudott élni. És, a, és akkor a... a a fűszerkereskedő vett tőle képet, a, tehát sik volt festményt venni. A németalföldi holland képeknek van egy nagyon komoly ikonográfiája, minden rajta lévő tárgy, minden mozdulatnak külön jelentése van. De anélkül is élvezhető, hogy tudnánk. Anélkül is, hogy ezt tudnánk, igen, de, de, de hát egy Hieronymus Bost például ma már nem biztos, hogy tudunk kódolni. Tehát amit ő belerakott jelképeket, annak mi a kulcsát nem biztos, hogy ismerjük, mi arra nézzünk, és azt mondjuk, hogy ki volt ez a perverz állat. Miközben egy milyen vallásos, hittel élő ember volt, aki olyanokat festett, hogy a mai tekintetünkben azt mondjuk, hogy hát ez az ember beteg volt, miközben egy zseni volt, csak nem tudjuk kódolni azokat, amiket ő lefestett. Tehát valószínűleg az a kódrendszer az már nincs meg, ami neki megvolt. Szóval, hogy visszatérve Magdira, bennem ez a spiritualitás, én mindig csodálom azokat az embereket, amik bennem nincsenek meg. Tehát én nem tudok sajnos zenélni. Életem nagy bánata az, hogy nem tudok hangszeren játszani. Tehát a kamaszkoromból, hogy mit adtam volna azért, hogy gitározzak. Hát annál jobban csajozni. Tehát a tűzni egy gitárt pengetni, hát minden lányabba volt szerelmes, aki ezt tudta aki jó rajzolt, az csak ilyen izé. Szóval a mai napig zavar, nem az, hogy zavar, csak jó lenne a zenét azt tudni. A, a, a spiritualitása mindig egyrészt, tehát ezzel mindig, mindig, mindig azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy ebbe fejlődnöm kéne, és mindig eljutok odáig, hogy annál nagyobb spirituális dolgot, mint hogy előttem van egy fehér vászon, és arra teremteni valamit, tulajdonképpen abban benne van minden. mindig ezt mondom a tanítványainak, hogy nem csak, hogy belecsöppennek egy olyan világba, ami egy csomó minden pluszt feltár még előttük, művészettörténetet, esztétikát, belső építészetet, egyebet, hanem, hanem föltáródik, illetve meghosszabbítják az életüket. Tehát azzal, hogy a egy olajfestményt megfestenek, és ha szerencséjük van, akkor az még 500 kép év múlva is kép lehet. Állandóan dolgozik bennem 5 kép. Hát most van egy ilyen 2 méter 30 és 460 méretű képig, <laughs> meg is fogom csinálni. Nem egy, tehát nem egy, vászonra, hanem, tehát nem pannó lesz, mert ugye a pannónak hívjuk azt, amikor nem a farra készül, de ilyen nagy méretű hanem valamilyen horzozó vagy farostra, vagy vászonra, hanem valószínűleg több darabból fogom úgy összeállítani, hogy szállítható is legyen, és akkor minden egyes kiállításon, ha van ilyen falfelület, akkor össze lehet rakni. Ez az emberben benne van, hogy egyszer ki akarja magát próbálni, hogy nagyban mit tud. És valami olyasmit szeretnék, amiről azt gondolom, hogy még nem nagyon készült. Azt gondolom, hogy az elmúlt Öt tíz év az ilyen nagyon erősen arra volt már jó, hogy egy kicsit magam lett, tehát, hogy, hogy kialakuljon az, amiből álmán lett.